Szeretettel köszöntök mindenkit ma este a Mi Atyánk sorozatunkban. Több mindennel foglalkoztunk a bevezető résszel, foglalkoztunk a 7 kérelemmel, és valóban jogos a kérdés, hogy a 7. kérelem után miért nem fejezte be Jézus Krisztus a Mi Atyánkot. Elmondta a 7 kérelmet, kifejezte mindazt, ami egy ember életében lényeges és döntő, hogy megvalósítsa az ember, akkor miért maradt még hátra Jézus Krisztusnak ez a záró szava, ez a záró kijelentése, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Valójában mit jelent Jézus Krisztusnak ez a záradéka a Mi Atyánknak a végén? Miért mondta el Jézus Krisztus lényegében ezt a három fogalmat, ezt a három szót, hogy tiéd, Atyám, az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Ma este szeretnénk, hogy ez a három fogalom, amit Jézus Krisztus a Mi Atyánk végén említ, hogy ez közel kerüljön hozzánk, hogy bármikor mondjuk a Mi Atyánkot, vagy bármikor átgondoljuk a Mi Atyánkot, nagy előszeretettel figyeljünk oda erre a három fogalomra. A 7 kérelemben benne van az egész életünk. Ma este részletesen összegzem mindazt, ami a 7 kérelemhez tartozik, és utána a záró szavakkal szeretnék foglalkozni. Lényegében a Mi Atyánkot két részre oszthatjuk. Van az első három kérelem, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És mit is tanultunk erről a három kérelemről? Ezt csak imádkozni kell, vagy ezt teljesítenünk is kell? Teljesítenünk is kell, így kell élnünk. A Mi Atyánknak ez a három kérelme, úgymond a mi részünk, amit be kell, hogy töltsünk az életünkben. És ha mi teljesítjük ezt a három kérelmet, akkor Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a következőket ő, mint mindenható Atyánk, Teremtő Istenünk beteljesíti. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Kihez fordulunk? Az Atyához fordulunk. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Ki az, aki meg tudja bocsátani nekünk a mi vétkeinket, ha mi is megbocsátunk fel a barátunknak? Ki az, aki fel tud bennünket oldozni bűneink alól? Ember ezt megteheti, bármilyen rangban vagy egyházi méltóságban van. Ember fel tud bennünket oldozni bűneink alól? Jézus Krisztus csodálatosan tanít bennünket a Mi Atyánkban, és azt közli velünk, hogy tanuljuk meg a Mi Atyánk imából azt, hogy egy valaki van, aki feloldozhat bennünket bűneink alól, az pedig maga az Isten. Erre vonatkozóan majd szeretnék még megemlíteni Jézus Krisztusnak kijelentését. Azonban Istennek minden ígérete, amint látjuk, feltételhez van kötve. Ez gyakorlatilag mit jelent? Ha mi teljesítjük az első három kérelmet, akkor Isten teljesíti számunkra azt, hogy megadja a mindennapi kenyerünket, megbocsátja bűneinket. Ne engedjél Istenünk nagyobb kísértést és próbát ránk, mint amit mi el tudunk viselni, de a kiutat is add meg nekünk a próbákból, és Istenünk, Atyánk, erősíts meg bennünket, hogy legyen erőnk ellenállni minden sátáni kísértésnek. És ahogy azt tegnap este tanultuk, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg az ellenségtől, a külső és a belső ellenségtől. Itt van tehát, hogy Isten ad egy feltételt, és ad ígéretet. Hadd mondjam el, hogy a Szentírásban minden ígérete a mindenható Istennek feltételhez van kötve. Van egyetlen egy jövendőlés kategória a Szentírásban, ez Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkozik, és Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik, ezek a jövendőlések nincsenek feltételhez kötve.
hozok néhány példát Jézus Krisztus első eljövetelével kapcsolatban, hogy azok a jövendőlések nincsenek feltételhez kötve. Például Mikeás próféta az ő könyvének 5. részében, a 2. versben megjövendőli a következő szavakkal azt, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni. Idézem a szöveget. De te Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mi van ebben megjövendőlve? Az, hogy Jézus Krisztus a júdai Betlehembe fog megszületni. Nem köti feltételhez, nem mondja azt, hogy ha az én ószövetségi népem, az Izrael népe hűséges lesz, akkor Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni. Ilyen nincs. Vagy pedig megvan jövendőlve a Szentírásban az, hogy amikor Jézus Krisztus megszületik, akkor egy csillag fog megjelenni az égen. Ugye napkeleti bölcsek a csillagot követték hosszú több száz vagy több mint 1000 mérföldön keresztül, vagy kilométeren keresztül, minek alapján mertek a Babilóniában levő bölcsek elindulni majd 1600 vagy 1800 kilométerre. Miért? Mert meg volt jövendőlve. Ezek a jövendőlések, amelyek Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkoznak, ezek a jövendőlések egy néven messiási jövendőléseknek nevezzük, és nincsenek feltételhez kötve. Említettem azt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban is vannak jövendőlések, például Jézus Krisztus elmondott bizonyos jeleket, amelyek teljesednek. Nagyon csodálatos jel. És azért is választotta ma este, hogy ezt megemlítem, mert ez rengeteget jelent. Különösen most, amikor divatvallásosnak lenni. Lukács evangélium a 18. részének a 8. versében van Jézus Krisztusnak egy nagyon rövid kijelentése. Amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Mit fog keresni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Hitet, nem vallásos embereket. Mert nem elég az örök élethez az, hogy bárki is csak vallásos legyen. Nekünk Isten kegyelméből hívő embereknek kell lennünk. Miért? Mert csak a hívő emberek, akik hiszik azt, amit Isten a Szentírásban elmond, és gyakoroljuk a mindennapi életben, akkor fogunk örök életet kapni. Jézus Krisztus elmondja, hogy amikor eljön, egy dolgot keres. Mit? Hitet. Nem vallásos embert. Ma divat vallásosnak lenni, és a vallásosságból tele van a világ. Ma lassan odajutunk, hogy azok a másodrangú polgárok egy országban, akik nem vallásosak. De Jézus Krisztus hívő embert keres. Azonban itt most szeretném hozni ezt a kijelentést, és ki ezt a kijelentést közelebbről megvizsgálni, hogy Isten minden ígérete feltételhez van kötve, kivéve Jézus Krisztus első és második eljövetelével kapcsolatban vannak ilyen esetek. Néhány példát hozok. Például Jónás prófétának Isten azt mondja, hogy menj el, és mondd el Ninive lakosainak, hogy 40 nap múlva el fog pusztulni a város, ha nem térnek meg. Ha, és ez a ha szócska nagyon fontos, ha nem térnek meg. És amikor hallották Jónás prófétának az üzenetét, Ninivé lakosai, képzeljük el, hogy abban az időben 120 ezer lakosú volt Ninivé, nem mostani 21. században, hanem akkor. Jónás 3 napig járja a Ninivé városát, és azt mondja, ha meg nem tértek, 40 nap múlva el fog veszni a város. Komolyan vették Isten üzenetét, megtértek, és nem veszett el a város. Tehát milyen üzenet ez? Milyen jövendőlés ez? Milyen kijelentés? Feltételhez van kötve. Azonban, hadd hozzak ránk vonatkozó jövendőlést. Jézus Krisztusnak egy csodálatos kijelentését találjuk Jelenések könyvének a 3. rész 21. versében, amely így hangzik. Aki győz, az ül velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mihez kötötte
Jézus Krisztus azt, hogy mi vele ülhessünk a királyi székében? Mihez? Egy feltételhez. És mi a feltétel? Aki győz. És tessék megfigyelni ezt a csodálatos párhuzamot. Itt azt látjuk, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ahogy én győztem, tehát aki győz, az ül velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Azért hozom ezt, hogy az egész mi atyánk is egy bizonyos értelemben az első kérelem teljesítésének a függvényeként hozza Jézus Krisztus a utóbbi három kijelentést. Itt van az a kérdés, amit legelőször a bevezetőben hoztam. Miért nem fejezte be Jézus Krisztus a mi atyánkat a hetedik kérelemmel? Nem lett volna logikus? Lehet, hogy valaki számára igen, de hogyha elmélyedünk Jézus Krisztus utolsó kijelentésében, amivel Jézus Krisztus lezárja a mi atyánkot, akkor látjuk azt, hogy de még mennyire szükség van erre a rövid kis mondatra, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Milyen országról beszél Jézus Krisztus, milyen hatalomról beszél Jézus Krisztus, és milyen dicsőségről beszél Jézus Krisztus. De most keressük meg először erre a kérdésre a választ, hogy miért nem fejezte be Jézus Krisztus a mi atyánkat a hetedik kérelemmel. A Szentlélektől álthatott imádkozó. És itt nem csak Jézus Krisztusra vonatkozik ez, hanem minden emberre, aki imádkozik, az ima végén lelki megnyugvást érez. Nem tudom, kedves jelenlevők, hogy ez-e a tapasztalatunk az imádság végén. Mert én abban a meggyőződésben állok ma este és önök előtt, hogy én azzal a meggyőződéssel élek, hogy valamennyien szoktunk imádkozni. És azért használtam ezt a szót, hogy valamennyien. Igaz, hogy a bácskai magyarok ez alatt mást értenek, azonban az anyaországban ez a kifejezés, hogy valamennyien, annyit jelent, hogy mindannyian. Tehát én úgy gondolom, hogy mindannyian szoktunk imádkozni. Tévedek? Nem tévedek. Boldog vagyok. Tehát mindannyian szoktunk imádkozni. Nos, amikor befejezzük az imát, akkor tapasztaljuk ezt a lelki nyugalmat. Mert mit jelent gyakorlatilag imádkozni? Beszélgetni Istennel. És hadd kérdezem, jól érezzük magunkat, például elmegyünk az orvoshoz. Hogy érezzük magunkat, amikor elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja, na, mi a baj, gyorsan, mert én sietek, nem érek rá. Vagy pedig bemegyünk a rendelőbe, mosolyogva fogad bennünket az orvos, azt mondja, tessék helyet foglalni, és időt szánt, hogy elbeszélgessen velünk. Az orvosnak a viszonyulása hozzánk sok esetben többet jelent, mint a gyógyszer, amit előír. Na most, amikor mi imádkozunk Istenhez, akkor mi kivel beszélgetünk? A mindenható Istennel. És hadd kérdezem, ez előjog számunkra? És ezért, ha nem mechanikusan mondjuk a mi atyánkot, vagy bármilyen imát, hanem megfontoltan, Istenbe vetett hittel, bizalommal, szeretettel, őszintén kitárjuk a mi szívünket Isten előtt. Itt szeretnék nagyon hangsúlyozni valamit. Azt, amit Istennek mondunk el imában, azt senki se fogja holnap visszamondani nekünk az utcán. Imában mi ki tudjuk önteni a mi szívünknek minden titkát. Nincs olyan barát vagy barátnő a világon, aki előtt úgy megnyithatjuk szívünket, mint ahogy megnyithatjuk Isten előtt. Önök is ebben a meggyőződésben vannak? Ha ez a szívünknek a balzsama, akkor mi őszinte szívvel tárjuk fel gondjainkat, problémáinkat, mondom ismét azt, hogy titkainkat is, és őszinte szívvel köszönjük meg, hogy Istenünk, olyan csodálatos vagy, hogy te megsegítettél bennünket a mai napon. És elmondjuk neki a mi hálánkat, problémáinkat, és akkor, mikor mindent, úgymond átraktunk minden terhet a mindenható Istenre, akkor egy bizonyos lelki megnyugvást érzünk. Próbáljuk erre ráfigyelni. Ha mi ezt őszinte szívvel tesszük,
ha mi nem sablonosan imádkozunk, ha nem úgy imádkozunk, mint nagyon sok esetben, egy konkrét példát hozok. Szabadkán jártam iskolában. Pravoszláv papnak a lányánál laktam. Aki a házi vécének az ünnepe, akkor mindig csodálatos finom ebédet készített. Kitette az asztalt a szoba közepére, mindent rárakott. A levestől kezdve a kirántott húsig, a tortáig, minden ott volt. Három diák lakott nála, és mind a háromat odahívta, és mi négyen, mielőtt ettünk, imádkoztunk. Én, mint jó katolikus fiú, különben mindig imádkoztam evés előtt. De akkor ő imádkozott fenn hangon. Mondta a mi atyánkot. De volt neki egy pákosztos macskája. Sajnos ott volt ő is a szobában. És amikor ő mondta a mi atyánkot, nem akarom most utánozni, egyszer csak a micór névre hallgató macska fölugrott a székre, székről az asztalra, és már nyúlt is egy szombe. És ő pedig félbeszakította az imát, és elkáromkodta magát, és elküldte a macskát, most nem mondom, hogy hová. És utána folytatta az imát. Hát kedves jelenlevők, én tudtam, hogy ezen el fognak mosolyogni. De hadd kérdezem, milyen ima ez? Milyen ima? Nem tudom, bizonyára megtetszettek figyelni. Jó magam is, amikor imádkozom, én mindig becsukom a szemem. Miért csukom be? Tessék leellenőrizni, tessék megfigyelni odahaza. Ha fejből mondunk egy betanult imát, és nyitva a szemünk is, azt mondjuk, hogy ott van egy pókháló, majd utána le fogom szedni. Ránézek az ablakra, mert nem kell odafigyelnem, hogyha fejből tudok egy imát, és minden nap tízszer elmondom. Oda kell figyelni? Nem, sablonosan megy minden. Ránézek az ablakra, tegnap eső volt, és szél fújt, jó bepan, no, majd utána megtakarítom az ablakot. Hadd kérdezem, lehet elcsendesedni? Érezheti az ember ilyen imádság végén a lelki megnyugvást? Lehet? Én azt mondom, kedves jelenlevők, tessenek megpróbálni. Csukják be a szemüket, öntsék ki szívüket Isten előtt, és csodálatos tapasztalatot szerezni. Soha többet nem fognak se szabad szemmel imádkozni, és rá fognak térni lassan a szabad imádságra. Hadd mondjam el zárójelbe. Nem tudom, hogy mennyire ismerős önöknek a II. Vatikáni zsinat egyik határozata az imával kapcsolatban. A II. Vatikáni zsinat, amely 1962-től 65-ig tartott Rómában, Vatikánban, a többi határozatai között ott van, hogy a katolikus hívőket meg kell tanítani, hogy saját maguk szabadon imádkozzanak. Miért jött rá a Vatikáni zsinat arra, hogy ez áldottabb dolog? Azért, mert ha fejből tudjuk az imát, akkor mechanikusan imádkozunk. Minden lélek nélkül, minden odaadás nélkül. Nem az, hogy hiszem vagy nem hiszem. Komoly, gyakorló keresztény emberekkel beszélgettem, akik kérdeztem, hogy szoktak-e imádkozni, ami például a hiszek egyet. Persze, minden nap többször elmondom. És hiszi a feltámadást. És tudják, hogy nagyon sok ember milyen választ mondott? Ugyan kérem, nem jött onnan vissza senki. De harmadnapra halottaiból föltámadt, elmondja naponta tízszer. Mennyit ér? Ha mondok egy imát, és nem hiszem azt, nagyon sok időt szenteltem ennek a szónak, ennek a zárószónak, hogy az ima végén, ha mi hittel, Isten iránti szeretettel, kiöntjük szívünket, és elmondjuk problémáinkat, és hálát adunk azokért a tapasztalatokért, amely Istennel megajándékozott bennünket, akkor mi lelki nyugalmat érzünk az ima végén. Ha nincs ez a lelki nyugalom tudata és érzete, át kell értékelnünk a mi imánkat. Ezért szentel Jézus Krisztus még egy mondatot a befejezésnek. Az ima végén ott van az Isten dicséret. Még egyszer nézzük csak meg ezt az utolsó mondatot. Mert kié az ország? Mert tiéd az ország. Kié a hatalom? Tiéd a hatalom. Kié a dicsőség? Tiéd a dicsőség. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ámen. Nem a hetedik kérés után mondta el Jézus Krisztus, hogy szabadíts meg a gonosztól, amen. Hanem elmondta még ezt a mondatot, és ez hatalmas jelentőséggel bír ez a mondat.
Nem csak Jézus Krisztus tette ezt. A Szentírásban több ima fel van jegyezve. Jézus Krisztusnak néhány imája fel van jegyezve az evangéliumokban, azonban apostolok cselekedetében és a levelekben találkozunk az apostolok néhány imájával, az Ószövetségi Szentírásban találkozunk néhány próféta imájával, de most egy-két imát az Ószövetségi Szentírásban hozok. Nem tudom, kedves jelenlevők, mennyire ismerős önök számára a kármeli történet. Sajnos Izrael népe bálványimádóvá lett. A Baált imádta. Isten azt mondta, hogy azért, mert eltér az élő Istentől, és nem az élő Istent imádja, hanem a bálványokat, 3,5 évig nem fog eső lenni Izraelben, és be is következett. Ezt Illés próféta által közölte. És amikor letelt a 3,5 év, megjelenik Akháb király előtt Illés próféta, és azt mondja neki, arra kérek benneteket, hogy te hozd el a feleségednek papjait, Astarótnak meg a Baálnak a papjait, Kármel hegyére, és tegyünk egy próbát, hogy lássuk meg, hogy ki az élő Isten. És azt mondta, amikor összejött a 850 pogány pap, Izrael népe, és a másik oldalon Illés prófétál egyedül, és azt mondta, építsétek fel az oltárt, tegyétek rá az áldozatot, de tüzet nem szabad gyújtani. Egész nap könyörögtek a pogány papok, hát a bálványisten tud segíteni. Egy bálvány, aki előtt néha a keresztények és leborulnak, tud segíteni. Egész nap nem jött válasz. És amikor este felé eljött az estéri áldozat ide, akkor Illés azt mondta, itt van az én oltárom, amelyet Istennek építettem. Rátette az oltárra az áldozatot, leöntötte több vödör vízzel, és akkor Illés imájának csak egy záró szakaszát hozom. Király első könyve 18:37. Hallgass meg engem, Uram! Hallgass meg engem! Hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Úr, az Isten, és te forítod vissza az ő szívüket. Kit magasztal Illés az ő imájának záró akkordjában? Kit? Mutasd meg, hogy te vagy az Isten. Ne azért, hogy engemet dicsőítsenek az emberek, és engemet dicsérjenek az emberek. Tiéd a dicsőség. Mutasd meg, hogy te vagy az élő Isten. Hadd hozzak egy másikat is. És Ezékiás is hatalmas problémában volt, megtámadta az ellenség a várost, és imádkozott, könyörgött Istenhez. És királyok második könyve 19:19-ben ezt olvassuk. De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, az ellenségnek a kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy Uram, az egyedüli Isten. Kinek a dicsőségért könyörög Ezékiás király is? A maga dicsőségért? Vagy hadd tudja meg ki az egész föld országa, hogy te vagy az élő Isten? Hogy te meg tudsz szabadítani? És Isten válaszolt Ezékiás király imájára, válaszolt Illésnek az imájára. Illés az említett kármeli történet után felmegy Kármel hegy tetejére, és imádkozik addig, amíg nem ered meg az eső, és bekövetkezett az áldás. Itt pedig Ezékiás király imájára Isten úgy válaszolt, hogy elküldte az ő angyalait, és megszabadított az ellenség haderőtől. Túlerőben volt az ellenség. De van egy nagyon jó közmondás, és ez a közmondás hatalmas igazságot rejt magában. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. De ahhoz, hogy Isten velünk legyen, ahhoz nekünk hűségeseknek kell lenni teljesen a mindenható Istenhez. És akkor oltalmát érezzük és tapasztaljuk. Minden igazi imádság lelki megnyugvással zárul. Ezt azért szeretném újból hangsúlyozni, hogy erre figyeljünk oda a mi személyes imánkban. Soha ne imádkozzunk magáért, azért, hogy mondhassuk, hogy imádkoztunk. Kedvesen a levők, ne mennyiségre imádkozzunk, hanem minőségre. Soha nem mondjuk azt, hogy 10-szer elmondtam a mi atyánkot. Mennyit ér 10-szer elmondani a mi atyánkot, ha a mi elménk ki tudja, hogy hol járt az imádság alatt? Mennyit ér? De hogyha egyszerre elmondom, és amit elmondok a mi atyánk kérelmeiben, azt én gyakorlom, akkor
értékelni fogja Isten azt az imát? Igen, értékelni fogja. Szeretnék hozni Jézus Krisztus imáját Gecsemáni kerti küzdelmében. Jézus Krisztusnak ez az imája csodálatos. Jézus Krisztus háromszor imádkozott Gecsemáni kertjében. Ha van odahaza Bibliájuk, olvassák el Máté evangélium a 26. részéből, a 38. verstől egész a 44. versig. És tessék megfigyelni azt, hogy Jézus Krisztus három imája mindig ugyanaz volt. Vagyis ahogy Jézus Krisztus először imádkozott, úgy imádkozott másodszor is, és úgy imádkozott harmadszor is. Igen vagy nem? Hát a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Nem. Jézus Krisztus első és második imája között hatalmas különbség van. Mert Jézus Krisztus azt mondja első alkalommal a 38. versben, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mit mond? Múljék el tőlem a pohár. Mit kér? Hogy múljon el a pohár. És mit mond a második imájában? Ez a második imája. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár. Van különbség két mondat között? Atyám, kérlek téged, múljon el tőlem a pohár. Add meg, hogy én nekem ne kelljen kiinnom azt a poharat. Ne kelljen másszóval meghalnom a bűnös emberért. Hát nem azért. Második imájában nem említi az ő akaratát, hanem Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyem, legyen meg a te akaratod. Említi-e Jézus Krisztus a második imájánál az ő akaratát? Az ima másik oldalról harc. Ne a kísértés feletti győzelemnek örüljünk, hanem a szabadító Istent dicsérjük. Ha Isten meghallgatja az imánkat, soha ne felejtsünk el hálát adni. Van egy történet az evangéliumban. 10 bélpakos odajött Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papnak, mert az ószövetségi zsidó előírás ezt követelte meg. És útközben mind a 10 meggyógyult. Egyszerűen kigyógyult a betegségből. És 10 közül csak egy jött vissza. És az sem volt zsidó, hanem samaritánus pogány. Sajnos a hála sokszor hiányzik a mi szavunkból. Azonban Jézus Krisztusnak van egy csodálatos tanácsa, miután a tanítványok visszajöttek az első misszió útjukról, és azt mondták a tanítványok, hogy Mester, képzeld el, még az ördögök is engedelmeskedtek. És Jézus azt mondja nekik, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Hadd kérdezzem, melyik ér többet? Ugye Jézus Krisztusnak ez egy nagyon biblikus fogalmú kijelentése, hogy a mi nevünk fel van írva a mennybe. Én úgy gondolom, hogy amikor a folytatásban egyik alkalommal foglalkozunk majd külön ezzel, erre nem tudok kitérni, de Jézus Krisztus egy valamira felhívja a figyelmeket. Ne az legyen a fontos, hogy valaki csodát tesz, mert az vajmi keveset ér. Aminek értéke van, az, hogyha a mi nevünk fel van írva a mennyben. Induljunk most el mind a három kérelmet megnézni. Tiéd az ország. Ugye a mi atyának ott van egyik kérelmében, hogy jöjjön a te országod. Tanultuk, hogy hány országa van az Istennek. De boldog vagyok, 2. A kegyelmi országa és a dicső országa. Jézus Krisztus szeretné felállítani minden ember szívében az ő kegyelmi országát. De hogy is tanultuk akkor? Kitől függ az, hogy Jézus Krisztus fel tudja állítani az ő kegyelmi országát a mi szívünkbe? Tőle, Jézus Krisztustól, vagy tőlünk? Tőlünk. Nem tudom, hogy ez idő alatt, mióta tanultuk ezt, meghívjuk-e naponta, hogy Jézus Krisztus lakozzon a mi szívünkben. Tehát amikor tiéd az ország, a kegyelmi és a dicső ország is, azzal, hogy ezt kimondja, hogy tiéd az ország, azt is elmondja nekünk, hogy Isten az örökké létező uralkodó. Vajon én, mint keresztény ember, és mi, mint keresztény emberek, Istent fogadtuk-e el legfőbb uralkodónak, legfőbb tekintélynek, legfőbb hatalomnak? Ha igen, akkor joggal mondjuk, hogy fiéd az ország.
De ezért ne csak imádkozzuk, hanem dicsérjük az Istent. Valóban Isten segítségével tud mindenki győzedelmeskedni. Dicsérem az Istent, mert megszabadított a rossztól. Hogy is imádkoztuk, és hogy is tanultuk? Szabadíts meg a gonosztól. Hát ha ezt megtapasztalom naponta, hogy Isten diadalmaskodik, erőt ad nekem, hogy megszabaduljak rossz szokásaimtól. Ha mai nap sikerült legyőznöm egy rossz szokást, amiről tegnap tanultunk, akkor én mit teszek a ma esti imámban? Istenem, legyőztem. Ezt teszem. Összeszedtem minden tudásomat, és ellenálltam annak, hogy nem kiabáltam le a szomszédot. Így megy? Nem. Istenem, köszönöm neked, hogy te adtál nekem erőt, hogy én, amikor lekiabált a szomszéd, akkor én nem kiabáltam vissza. Ez gyakorlati értelemben. Azonban tiéd a hatalom. Nem tudom, kedvesen a levők, elgondolkodtunk-e valamikor azon, miben rejlik az Isten hatalma? Mert egy királynak miben van a hatalma? Hadseregben. Ma az embereket, kit értékelnek nagyra az emberek? Akik milliókon fekszenek. Akik gazdagok. A pénz teszi az embert hatalmassá. Vagy pedig a funkció, amit betölt. Vagy az, hogy országelnök, vagy király, vagy főpap, az adja neki. Az hatalom. Miben van az Istennek a hatalma? Azt mondja egy helyen a Szentírás, az enyém minden a földön. Az ezüst és az arany. Kinek vannak a legtöbb ezüste és aranya? Magának az Istennek, mert az övé a föld, és minden, ami rajta van. Miben rejlik az Isten hatalma? Igen, miben van az Isten hatalma? Ő teremtett, nagyon jó. De miben van az Isten hatalma? Lehet, hogy megdöbbennek, amikor meg fog jelenni a képen. Megyek sorba. Sokan azért vádolják Istent, mert nem veti latba hatalmát. Hallottunk már ilyen kijelentést? Ha Isten volna, akkor nem volna ennyi éhség, betegség, még igazságtalanság a földön. Hát ki az oka annak, hogy van? Mi magunk, a mi bűneink miatt. Másik dolog. Miért nem fékezi meg a rosszat? Ha Isten van, és ha van neki hatalmát, akkor mutassa meg. Látjuk azt, hogy a bűn mennyire eltorzította bennünk az Isten hatalmáról való felfogást. 2000 évvel ezelőtt Jézus eljött, és nem fogadták be őt, mert nem hatalommal jött el. Nem úgy jött el, ahogy várták. Mert a zsidók úgy várták, hogy jön egy politikai mesiás, leigázza a római hatalmat, kiűzi a római hadsereget az országból, és Izrael teszi a világ legnagyobb hatalmává. Hadd kérdezem, biblikus felfogás ez a hatalomról? Egyáltalán nem. Mit jelent ki Jézus Krisztus az ő hatalmáról? És hozzájuk menvén Jézus szólla nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hol van Jézus Krisztusnak hatalma? A menjen és a földön. És ez Jézus Krisztus egy hatalmas tömeg előtt jelentette ki, ez a galileai találkozáson volt. Szombaton délelőtt erről fogunk lényegében tanulmányozni, mert ugye arról lesz téma, hogy miért maradt Jézus Krisztus még 40 napig a földön feltámadása után, és ott mondja el az ő beszédének a végén, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Feltennék egy kérdést. Van hatalmasabb lény Jézus Krisztustól itt a földön az emberek között? Akkor amikor azt mondjuk, hogy tiéd az ország, és tiéd a hatalom, akkor kinek van legnagyobb hatalma? Jézus Krisztusnak. De miben? Miben van Jézus Krisztus hatalma? Hadd mondjak egyetlen egy szót. Szeretetben. Szeretnék csak egy fél percet időzni ennél, amikor általában mit nevezünk mi hatalomnak? Egyik hadsereg elmegy és leigáz egy másik hadsereget. És mekkora hatalma van az országnak? Leigázott egy másik haderőt. Hadd kérdezzem, meg tudta volna semmisíteni a Jézus Krisztus sátánt a lázadáskor? Csak Jézus Krisztusnak nem abban van a hatalma, hogy másikat leigázol. Mikor kell nekünk több erő? Tegnap is hoztam egy példát, hasonló lesz ma este is. Hogy amikor valaki lekiabál, mi visszakiabálunk, vagy lekiabál és nem kiabálunk vissza. Mikhez kell több hatalom, több erő?
akkor miben van Jézus Krisztus hatalma? Szeretetben és a végtelen türelemben. Jézus Krisztus teszi ezt a kijelentést. Pál apostol által a Rómabeliekhez írott levél, 2. rész, 4. versének az utolsó mondata. Az Isten jósága téged megtérésre indít. Lett volna oka Jézus Krisztusnak bennünket, amint sok-sok bűnünkért már régen megsemmisíteni? Miért nem semmisített meg? Mert szeret. És az ő szeretetével vonz. Isten sohasem büntet bennünket bűneinkért azért, hogy mi hozzátérjünk. Ha Isten az ő szeretetével és Jézus Krisztus golgotai áldozatával nem tud egy embert magához vonzani, Isten más eszközt nem alkalmaz. Mert Istennek nem lehet szokásból szolgálni. Lehet, de Isten nem fogadja el. Ha valaki félelemből szolgál az Istennek, jaj, úgy megtenném ezt a rosszat, de nem teszem, muszáj engedelmeskednem, mert hogyha nem engedelmesked, akkor lesújt rám. Ilyen Isten szolgálatot nem fogad el Jézus. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Jézus hatalma itt van, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Miben volt Jézus Krisztus hatalma? Első a szeretet. Miben volt még Jézus Krisztusnak a hatalma? Ahogy tanított, úgy is élt. Ahogy tanított, úgy is élt. Kedves ellenlevők, mennyit ér nekünk a hitvallásunk, ha nem úgy élünk, ahogy valljuk? Mennyit? Akkor próbáljuk követni Jézus Krisztust, hogy mi is úgy éljünk, ahogy tanít, és ahogy beszélünk, nekünk is ez legyen a mi életgyakorlatunk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy hatalma van a mennyben is, hatalma a földön. Nézzük meg a mennyben. Mivel győzött a földön, visszakapta előbbi hatalmát a mennyben. És mivel győzött Jézus Krisztus a földön? Mivel győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Nem logikátlan? Jézus Krisztus meghal a Golgotai kereszten, sátán élve marad, és ki a vesztes? Aki élve maradt. És miért győzött Jézus a halálával? Tegnap ezt hoztuk az igét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Akkor megint ott van a szeretet? Megint ott van a szeretet. Joga van bűnöket megbocsátani és eltörölni. Hatalma van bűnöket megbocsátani és eltörölni. Miért? Jézus ezt mondja. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van mije? Hatalma. Mihez? E földön a bűnöket megbocsátani. Hogy szerezte meg ezt a hatalmat? Halálával. Akkor kibocsáthatja meg nekünk is a mi bűneinket? Az, akinek van hatalma. És ezért van hatalma, hogy közben járjon érettünk. Nézzük tovább. A földön még milyen hatalma van. Hatalma van a természet elemein. Jézus Krisztus lecsendesítette a háborgó tengert. Jézus Krisztus járt a vízen. Miért? Mert van neki hatalma. De Jézus Krisztus nem ezt hangsúlyozza, hogy én nekem van hatalmam. Miért tudott Jézus járni a vízen? Mert ő a teremtő, és kiteremtette a fizikai törvényeket. Ő maga, és a fizikai törvények engedelmeskedtek neki. Jézus Krisztus legyőzte a halált, hol? Itt a földön. Földi küzdelmeinkben kész segíteni. És nincs nagyobb öröm, és nincs nagyobb boldogság, amikor az ember megtapasztalja az Isten segítségét a mindennapi életben. Elmondok egy nagyon egyszerű tapasztalatot. Hideg volt, ősz, esett az eső, fújt a szél. Képzeljék el, az autóúton egyszerűen leállt az autóm. Csattogott, villámlott, zörgött, omlott az eső. Kimegyek az autóból, fölemelem a motorház fedelét, próbálok belenézni, szurok sötétve, nem látok semmit. Mit tegyek? Beültem és imádkoztam. Istenem, én nem tudom, hogy mi az autónak a baja. Nem tudom megcsinálni. Minden távol van. Lehet, hogy 5-10 kilométerre nem volt senki a környéken. Hozd helyre az autót. Imádkoztam, gyújtottam, nem gyújt. Újból imádkoztam. Megint próbálom, megint nem gyújt. Nem tudom, hogy voltak önök ilyen helyzetben.
De én ezt átéltem, és azért tudom tapasztalatból elmondani. Harmadszor is imádkoztam Istenhez. És elmondtam Istennek, hogy Istenem, nincs senki, aki segítsen. Zuhog az eső. Nem tudom megjavítani. Te látod, hogy szeretnék hazamenni. Késő van már. Javítsd meg az autót. És köszönöm Jézus nevében. Gyújtottam, begyulladt, és hazamentem. Azért hozok, kedves jelenlevők, konkrétumot az életből. Csodálatos Istenünk van. Ezt én tudom, hogy önöknek nem jelent annyit, mint annyit jelent nekem. Mert ez az én tapasztalatom. De én azt mondom, kedves jelenlevők, imában szerezzünk tapasztalatot a jó Istennel. Csodálatos az Isten. Azonban a hatalmát Jézus Krisztus még valamire teszi. Akiket Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre. Mi őrizhet meg bennünket az örök életre? Mit mond a Szentírás? Isten hatalma. Hatalmát nem erejével, hanem szeretetével gyakorolja. Hogyan? Késztetéseket ad nekünk a jóra. Biztos, hogy sokszor megtapasztaltuk már. Ne tedd ezt, jobb emígy. És amikor Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk, és ráhallgatunk, az egy csodálatos tapasztalat, csodálatos érzés. Hitünket erősíti, hogy ellene forduljunk a rossznak. Indulj el! A folytatásban fogok foglalkozni egy jövendőléssel, ami csodálatos, ahol Isten elmondja, hogy ő hogy segíti, hogy erősíti meg az embernek még az akarat erejét is. Hogy erősíti a hitét. De jön a harmadik kijelentés, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Láttuk, hogy a szeretetben van az Isten hatalma. És miben van az ő dicsősége? Miből áll más szóval az ő dicsősége? A hívő ember a győzelmeket nem magának tulajdonítja, hanem Isten dicséri. Ha mindent elfelejtünk, amiről ma este tanultunk, ez megmarad, akkor egy óriási gazdagsággal térünk ma este haza. Hogy is hangzik az a közmondás? Az eredménynek 100 gazdája van, az eredménytelenségnek egy se. Ismerik ezt a közmondást? Tehát az eredménynek 100 gazdája van, az eredménytelenségnek egy se. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Háború után jártam iskolába. Hát rongylabdát rúgtunk, és az nagyon gyakran az iskola ablakjába kötött ki. És amikor jött a tanítónő, ki volt? Én nem a Jancsi. Jancsi nem, mert Pista, nem a Pista, nem a Jósi. De valaki magára vállalta? Egyáltalán nem. Így van ez az életben is. De a hívő ember a győzelmeket soha nem magának tulajdonítja. Hanem mit tesz? Dicsőítje a mindenható Istent. Minden győzelemért Isteni a dicsőség. Egyezünk ezzel. Akkor hátralévő földi életünkben ilyen legyen a mi Isten iránti viszonyunk. Úgy tűnik, hogy nagyon nehezen érthető szöveget hozok Rómabeliekhez írott levél 9. rész 16. verséből. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörlő Istené. Hát ezt olyan fejtetőre állítva magyaráztak emberek már, hogy én, nekem is valóban a hajam is az égnek állt, mikor hallottam. De hogyha oda teszünk csak egy szót, akkor mindjárt megértjük, hogy miről van szó, és az az egy szó pedig pontosan ez. Nem azé a dicsőség, aki akarja. Nem azé a dicsőség, aki fut, hanem ki a dicsőség. A könyörülő Istené. Elfogadjuk ezt. Elhisszük-e azt, hogy nem verve a mellünket, hogy mi vagyunk okosak, és ezért én összeszedtem a tudásomat, meg én imádkoztam 10-szer, és én vagyok az, aki megmutatom azt, hogy én győzedelmeskedtem Sátán kísértései felett. Na ne. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut a dicsőség, hanem a kié a dicsőség. A könyörülő Istené. Az érdemeket ne tartsuk meg magunknak, itt siklik ki az ember. Millió példát tudnák erre vonatkozóan hozni. Tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig ország pirulása, így imádkozik Dániel próféta. Aki Isten prófétája volt, akit Isten igaz embernek szólít, és azt mondja, hogy tiéd, Uram, a dicsőség.
Tiéd, Uram, az igazság. Mi csak egyszerűen pirulhatunk. Szeretnék Dávid imáját hozni. Dávid imája előképe a mi atyánk befejezőjének. Hadd hozzam a következő imáját Dávidnak. Ó, Uram, és figyeljük meg, hányszor ismétlődik a tied meg a te. Tied a nagyság, a hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság. Sőt, minden, ami van a mennyben és a földön van, a tied. Tied, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. Kit dicsér Dávid ebben az imádságban? Én okos vagyok, én jól megszerveztem az országot, és azért vagyok hatalmas király az országban. Ezt mondja? Említi-e Dávid egyszer is, talán egyetlen egyszer is a saját érdemeit? Azért mondtam, hogy Dávid imádságá, ez az előképe mi atyánk befejezőnek. Olvasom tovább. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled van, és te uralkodol mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztalása és megerősítése. Dávid az egész imájában kit dicsér, kit magasztal? Istent. Ezt tette Jézus Krisztus is? És ki teszi még ugyanezt? A hívő emberek itt a földön. És befejezésül ott van az utolsó szó, ámen. Mit is jelent gyakorlatban ez a szó, hogy ámen? Az ámen szó 68-szor van megemlítve a Szentírásban. Nagyon érdemes megnézni ezt. Az Új Szövetség 27 könyvéből 22 ámennal zárul. Ez a szó van a 27 könyv közül a 22 könyvnek a végén. Nézzük meg a magyarázatot. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Ámen. Bizony jővel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen, mindnyájan ti veletek. Ámen. Ebben az ígéretben, amivel lezárul az egész Szentírás, mert ez Jelenések könyve 22. rész 20 és 21. verse, ezek az utolsó szavak a Szentírásban. Hányszor van megemlítve az ámen szó? Kétszer. Bizony hamar eljövök, és erre ott van a szó, hogy ámen. János apostol válaszolja, bizony jővel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. És erre megint ott van a szó, hogy ámen. Mit jelent ez a szó, hogy ámen? Legyen úgy, vagy úgy legyen. Ezt a Biblia hozza ezt a magyarázatot. Ezért tesszük ezt. Tehát ez nem egy, nem is tudom, hogy milyen szót használják, egy kecses szó, hanem amikor elhangzik egy íma, amikor valaki fennhangon imádkozik, és mi többiek hallgatjuk, és ha egyezünk azokkal a kérelmekkel és azokkal a hálákkal, amit el lett mondva az imában, akkor mit mondjunk a végén? Ámen. Mit jelent az? Legyen úgy, egyezek azzal. És Jézus Krisztus ezzel a szóval fejezi be a mi atyánkot. Ámen. Ami mit jelent? Teljesedjen be a mi atyánk imádságnak tartalma mindannyiunk életében. Szeretnénk ezt? Akkor mit tudunk mondani? Ámen. Legyen úgy. Teljesedjen be a valóságban. Tehát ne szokásból, meggyőződésből cselekedjük a jót. Minden tettünk szeretetből fakadjon. Ez összegzés a mai elmékedésünknek. Minden jóért neki mondjunk köszönetet, és minden győzelemért Isten dicsérjük és magasztaljuk. Szívem mélyéből kívánom, hogy így folyjon a mi imádságos életünk, hátravő földi életünkben. Amen.